Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az üzleti előrehaladásban én úgy gondolom, hogy a tervezés az egyik legsarkalatosabb pont, mégis azt veszem észre, hogy nagyon kevesen használják jól magát a tervezést. Mindenképpen azt, amit én most itt elmondok, beszéljétek meg a szponzorvonallal és a szponzorotokkal, mert a tervezés például azt gondolom az a pont, amit mindenki másképp csinál. Ugye erről is vannak nagyon vidám nóták, hogy ezt is mindenki másképp csinálja. Én azt gondolom, hogy az lenne a legfontosabb, hogy te a tervezést jól csináld. Ha jól csinálod, csak akkor várhatsz tőle igazán eredményt. A tervezés ugye mindennapi életünknek egy része, mindenképpen meg kell, hogy előzze normál esetben a cselekvést. Minél fiatalabbak vagyunk, minél inkább szárnyalnak a gondolataink, annál több tervünk van, annál inkább álmodozunk, aztán eljön egy időszak, amikor álmodozunk, de már a mások álmai befolyásolják a terveinket, és aztán eljön az is, amikor mások terveiért vagyunk kénytelenek dolgozni. Ha te ezt nem akarod megtenni, akkor neked kell a saját életedet megtervezned. Megtervezed a házasságodat, megtervezed a nyaralásodat, megtervezzük a gyerekvállalásainkat, és mindent megterveznénk, ha tudnánk tervezni igazán jól, de ha legtöbb embert megkérdezzük az életéről, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy nem igazán tervezünk. A legtöbb ember nem tudja megmondani, hogy mi lesz vele 5 év múlva, mi lesz vele 10 év múlva, hol fog dolgozni, mit fog csinálni, a karrier létrának, amit ő elképzelt magának, vajon melyik szintjén lesz majd. Igazán nem tudunk erre válaszolni, vagy például a gyereknek a tanítatását miből fogja majd akkor finanszírozni, amikor éppen erre szükség lesz. Azok, akiknek például most vannak továbbtanuló gyerekeik, vajon betervezték-e azt az életükbe, ami most vár a továbbtanulókra, így anyagilag például. Ugye? Hogy finanszírozhatjuk a továbbtanulásukat, és lehet, hogy jobban járunk, ha külföldön tanulnak tovább, és azt is finanszírozni kell. Ugyanakkor azt gondolom, hogyha nem tudod, hogy hová akarsz eljutni, nincs célod, és nem döntöttél még, akkor a hozzávezető utat sem fogod tudni megtalálni és megtervezni. Ha vannak céljaid, de elmulasztod a tervezést, akkor a kudarcot tervezed meg, teljesen függetlenül attól, hogy milyen okos, tehetséges, agyafurt és motivált vagy. Egészen biztos, hogy csak a kudarcot tervezheted meg. Spontán eredmények ugyanis ebben az üzletben nincsenek, csak konkrét tervek a megvalósításhoz. Megmondom neked őszintén, ez azért van, mert a $100-osoknak nincs meg az a szokásuk, hogy sétálgatnak az utcán, bekopogtatnak az ajtódon, és megkérdezik, hogy kellek-e. Ha pedig ez nem így van, akkor azt kéne megtervezni, hogy mégiscsak hogy jöjjön be az a $100, vagy az a több $100 hozzád, és legyen a te kedves vendéged. Terveznünk kell egy új emberrel, terveznünk kell a szintlépőkkel, és terveznünk kell a továbbhaladókkal is, egyaránt mindig a maga üzleti realitásában. Tervezés új emberrel. Nehéz dolog, de én újnak tekintek minden olyan embert ebben az üzletben, aki most akarja elkezdeni az üzletet. Teljesen mindegy, hogy már évek óta fogyasztja a terméket, vagy csak most találkozott vele először. Túl vagyunk már az első meghíváson. Látott már termék és lehetőség bemutatót. Jelöltünket érdekli a termék, látja benne a továbbhaladásnak a lehetőségét, és ha látja benne a továbbhaladás lehetőségét, akkor egészen biztos, hogy az üzlet is érdekelni fogja, és jól terelhető az üzlet megteremtésére, az üzleti élet felé is. Elláttuk őt információs anyaggal, esetleg volt már nyílt bemutatón, látta, hogy ez nem egy föld alatti mozgalom, nem valamiféle szektába akarjuk bemószerolni, hanem ezt több ember csinálja, elég sok értelmes embert tudunk esetleg neki egy nyílt bemutatón mutatni.
Ráadásul ugye a rendezvények azok, ahol mindenkinek a gondolatai egy picit szabadabban szárnyalhatnak, és elindulhatnak, és lehet, hogy nem tőled, hanem mástól kap olyan mondatot, ami elindítja őt ebben az üzletben. Az utótalálkozó, ahogy az Évától is hallhattátok, abszolút alkalmas arra, hogy segítsünk a döntésében, válaszoljunk a kérdéseire, a rejtett kérdéseire, eloszlassuk a kétségeket, és esetleg még egyszer átismételjük az üzlet adta lehetőségeket, előnyöket. Nagyon jó, és szeretem, hogyha már fogyaszt az illető terméket, mert ez azt jelenti, hogy van a termékkel jó tapasztalata, és ha van jó tapasztalata, akkor etikusan, tisztességesen azt tudja ajánlani, amiről már van jó tapasztalata. Az üzleti tervezés, én úgy gondolom, hogy annak a döntésnek a meghozatalával kezdődik, amikor kimondja az illető, és kimeri mondani, hogy üzletet akarok építeni veled. Ezt a négy szót én úgy gondolom, hogy jól jegyezd meg, ugyanis mind a négy szónak fantasztikus jelentősége van. Üzlet. Üzletet akarok. Az üzlet az nem termékvásárlás, nem termékfogyasztás. Az üzlet az célirányultságot kell, hogy jelentsen, tudatosságot kell, hogy jelentsen, terveket kell, hogy jelentsen, és az ebből származó eredményt és pénzt kell, hogy jelentsen. A termékvásárlás, legyél egészséges. Az akar. Nana óta tudjuk, hogy aki akar, az képes. Ha akar, akkor képes. Az, hogy kinek mekkora a szándéka az üzletépítésben, azt nagyon egyszerűen szoktam letesztelni. Adok neki valami apró feladatot. Hallgass meg ezt a CD-t, olvasd el a könyvből ezt a fejezetet, és ha az illető ezt megteszi, kijegyzeteli, komolyan veszi, akkor azt fogom tapasztalni, hogy jó a szándéka, megvan a szándék, megvan az akarat, leteszteltem, leellenőriztem. Ha még két hét múlva is olvasatlanul van ott a könyv, esetleg már, nem tudom, összekarmolgatta a macska, megrágta a nyuszi, ugye? Akkor egészen más a történet, és a CD-t azt kizárólag arra használja, hogy a szomszéd macskájának a fejét célozgatja vele, akkor nincs meg a szándék, nincs meg az akarat, ugye, ahhoz, hogy ő üzletet akarjon építeni. Építeni akar, nem terméket kivásárolni, nem üzletet kivásárolni, hanem másolhatóvá, duplikálni akarja magát, másolhatóvá akarja tenni magát. Nagyon fontos dolog. Jó? Az, amikor kivásárol valaki egy üzletet, az egyrészt nem másolható, nem duplikálható, másrészt, ha utána nincs forgalom, nem hoz eredményt. Nullának a 43%-ból emelt összegének a 18%-a is nulla. Nem tudom, ennek így utána számoltál-e már egyszer. Jó? Tehát építeni, építeni szeretnénk ezt az üzletet. És veled, ez azokra érvényes nagyon, akiknek van már évek óta valamiféle üzleti rálátásuk. Azok nagyon sokszor megteszik azt, hogy ők maguknak választanak szponzort az alapján, akit tisztelnek, akit becsülnek, akivel van valamiféle jó tapasztalatuk, akit alkalmasnak tartanak arra, hogy üzletet építsen velük. Nem biztos, hogy fog az illető üzletet építeni. Én egyet tudok, hogy mással nem fog, ha veled akar. Ez biztos. Hát megvagyunk. Ugye? Üzletet akarok építeni veled, és hát a tervezés konkrét kivitelezéséhez én azért néhány dologra, mint szponzor, feltétlenül kíváncsi vagyok. Egyrészt mindenképpen nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi az, amin változtatni szeretne az üzlet segítségével. Mekkora érzelmi töltete van ennek a dolognak. Az, hogy felmerül az igény a változtatásra, az az első lépés. Az, hogy felismerje a lehetőséget, az egy második lépés, és a második lépés után jön a döntés. Én kizárólag azokkal tudok üzletet építeni, akinek itt és most, és kizárólag ez az üzlet a megoldás az életére. Ha nem itt, hanem máshol, nem most, hanem később, és nem kizárólag ez, hanem más is lehet, akkor nem tudok vele üzletet építeni. Nagyon fontos dolog,
hogy mi tetszik az FLP lehetőségeiben. Szeretem, ha ezt megfogalmazza az illető. Ha azt mondja, hogy a termékek tetszenek, ez jó alap arra, hogy megtanítsuk vele az üzletépítést. Ha azt mondja, hogy az üzlet tetszik elsősorban, akkor mivel én egy termék és ilyen nagyon bután, lojalitás-centrikus ember vagyok, ezért megkérdezem tőle, hogyha nem tetszene az üzlet, vajon akkor is használná-e a terméket. Tudod, miért vagyok erre kíváncsi? Mert a kulcsemberség első kritériuma, hogy 100%-os termékhasználó. És hiába akarsz te nagyon klassz üzletet építeni, ha én nem látom az otthonodba ezeket a termékeket, ha nem eszed, nem iszod, ha nem látszik rajtad a termékfogyasztás, és még mindig tele vagy minden más piacon vett termékekkel, akkor nem lesz elköteleződésed, nem lesz üzleted, és az üzlet szelektálni fog. Nagyon fontos dolog, hogy mit szeretne elérni, és mennyire fontos ez a dolog a számára. Ebben az üzletben ugyanis azokat keressük, akik szeretnének valamit elérni, nem pedig azokat, akik szeretnének valamit elkerülni. A célt soha ne keverd össze a muszáj, a kell, vagy a szükséggel. A cél az valami egészen más dolog. Nagyon fontos dolog az is, hogy mennyi pénzt szeretne keresni. Ha valaki azt mondja neked, hogy ő 30-50 ezer forintot szeretne ebből az üzletből keresni, nagyon szépen kérlek, ne röhögd szembe. Azt mondod neki, hogy figyelj, ennyire el se kezd. Ugye? Nagyon okos vagy, az a baj, hogy ez az illetőnek a mostani realitását fogja tükrözni. Tudod, mi a nagy baj, ha a bónuszával együtt nem nő ez az összeg? Akkor, ha megkeresi a 30 ezer forintot, akkor keressen, és legyen újabb célja, és akkor tudja, hogy akkor dupla ennyit kell dolgoznom, és akkor meg tudok keresni 60-at, 90-et, vagy 100-at is. Az pedig, hogyha valakinek kicsi célja van, és a jelenlegi helyzetéből kiindulva fogalmazza meg azt az összeget, amit szeretne keresni, az nem baj. Sokkal inkább a szándék, és az összes többi, az akarat az, ami befolyásolja azt, hogy én elkezdek-e vele dolgozni. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy érti-e a marketing tervet. Én régen mindig csak azt tartottam fontosnak, hogy legyen termékfogyasztó, legyen jó tapasztalata. Ha jó tapasztalata van a termékekkel, előbb vagy utóbb, úgy is elkezdi ajánlani önkéntelenül ezeket a termékeket. A mai felgyorsult világban, a mai felgyorsult üzletépítésben nincs idő kivárni a terméktapasztalatodat. Lényeges dolog, hogy a termékfogyasztással egyszerűen pozitívvá tudod tenni magad. Ha nem tudjuk kivárni, hogy a termék hasson neked, akkor azt sem fogjuk tudni kivárni, hogy a negatív terméktapasztalatoddal meg fogod akadályozni egyébként az üzletednek az épülését. Fontos azért, hogy érted-e a marketing tervet, mert az a tapasztalatom, hogy aki nem érti a marketing tervet, az nem fog eléggé hinni az üzlet sikerében. És nem fog mindent megtenni az üzlet sikere érdekében, és nem fog mindent megcsinálni, amit kérünk tőle. Arra is kíváncsi vagyok, hogy hajlandó-e az illető áldozatokra. Mert hogy ennek az üzletnek és a sikernek bizony az árát meg kell fizetni. Most is itt vagyunk egy kétnapos képzésen, és nem vagyunk otthon. Nem tudom, lett volna-e valakinek valami más családi rendezvény, ahol most jókat tehetne, jókat ihatna, a kertet kéne takarítani, a kocsit is le kellett volna mosni, igaz? Ezer más dolog lenne, de te itt vagy. Ez egy áldozat. Ezen a hétvégén én úgy gondolom, hogy nagyon sokunkat szembesíteni fogunk önmagunkkal. És hogyha a hétvégén te úgy mész haza, hogy felismerted, hogy mi mindent csinálsz rosszul, és holnaptól mi mindent kéne másképp csinálni, akkor te egy áldozatot hoztál ezen a hétvégén. Nagyon fontos, hogy lesznek olyan hétvégi események, lesznek sikernapok, lesznek startok, és lesznek a csoportod által preferált olyan rendezvények, amire egészen egyszerűen nem csak hogy elvárják tőled, hanem a te érdekedben úgy gondolom, hogy kötelező elmenned. Kizárólag ott fogod tudni megtanulni ezt az üzletet, ami egy teljesen más jellegű dolog, mint amit eddig csináltál. Ha te már nagyon sok multilevel marketingben dolgoztál, és te már mindent tudsz, akkor nem tudom, miért vagy itt. Mert hogy akkor már rég sikeresnek kéne lenned,
Az elsőben, a másodikban, vagy a harmadikban. Ha mindig mindenütt megcsináltál valamit, és egy ilyen MLM prostitúciót követsz el, hogy mindegyiket végigpróbálod, na ez egy más lapra tartozik. Nagyon fontos az is, hogy mennyi időt szánsz rá, és mikor. Kíváncsi vagyok arra, hogy főállásban, mellékállásban, vagy mondjuk csak hétvégén tudunk esetleg dolgozni, délelőtt is ráérünk, napközben is tudunk esetleg bemutatót szervezni, vagy pedig csak az esti órák szabadok. Ha azt mondod, hogy heti egy órában tudsz ezzel az üzlettel foglalkozni, akkor viszont aktívan, akkor azt ajánlom neked, hogy ebben a heti egy órában hozzunk be gyorsan még 5-10 olyan embert, akinek van heti egy órája, mert csak akkor fogunk tudni pénzt keresni. Ez az idő egy ilyen minőségi üzletre ugyanis nagyon kevés. Legalább egy heti 10 óra az, amit én ideálisnak tartok ahhoz, hogy megfelelően tudjunk foglalkozni ezzel az üzlettel. Nem heti 10 órában bemutatótartásról van szó. Elő kell készülni a bemutatókra, meg kell hívni, meg kell tartani a bemutatót, el kell menni utótalálkozókra, és egyeztetni kell ugye azokkal az emberekkel, és ráadásul kapcsolatot kell tartani azokkal az emberekkel, akiket utána behoztunk az üzletünkbe, és felelősséget vállaltunk értük. Nagyon fontos az is, hogy rendelkezik-e az illető anyagi tartalékokkal. Jó lenne, hogyha néhány nyomtatványt, termékkatalógust például, akár a termékismertető kézikönyvet meg tudnánk venni mindenképpen. Jó néhány belépési lapra lesz szükségünk. Szükségünk lesz olyan anyagokra, amit az információs anyagba szeretnénk betenni, CD-kre esetlegesen, de a rendezvények is pénzbe kerülnek, és hogyha te embereket fogsz meghívni, akkor a telefonköltségeid is emelkedni fognak, az üzemanyag költségeid is emelkedni fognak, és esetleg a gyerekeidet is meg kell oldani, hogy kinél, hol helyezed el, és nem mindegy, hogy mondjuk az alkoholista szomszéd vigyáz a gyerekeidre, vagy egy megbízható aranyos kis egyetemistára tudod rábízni őket, vagy mondjuk a nagymamát minden héten háromszor oda rendeled, és őt fogják majd istápolni a gyerekek. Mert hogy ez általában ugye így szokott lenni. Arra is kíváncsi vagyok, hogy hogy tervezed az üzletben való indulásodat. Ha azt mondja valaki, hogy neki nincs pénze a kettőpontos doboznak a megvételére, akkor gyorsan csináljunk néhány családi bemutatót, amiből összegyűlik az a két pont, hogy valóban megfelelően el tudjunk indulni ebben az üzletben. Amennyiben tudunk rá alkalmat, módot, lehetőséget teremteni, hogy megvegyük azt a kétpontos dobozt, mondjuk egy 400 euróval, indítsuk be ezt az üzletet. De indíthatjuk két dobozzal, 800 euróval is ezt az üzletet, és indíthatjuk akár egy 25 pontos biznisz indulással is ezt a részét, mindenki beszélje meg a szponzorával, én erről a részről most nem fogok semmiképpen beszélni. Ha ezekre választ kaptam, akkor a következő dolog az a célok egyeztetése és az elindítás lesz. Célok leírva célfüzetben. Hogy jönnek ide egyáltalán a célok? Egyrészt nem tudunk úti tervet kreálni, hogyha nem tudjuk azt, hogy hova megyünk. Másrészt, mivel ebben az üzletben nincs főnök, nem kötelező dolgozni, kizárólag a céljai sarkalhatják az emberemet munkára. Mindenképpen az a fontos, hogy ez az egyetlen dolog, amire emlékeztetni tudom, amivel motiválni tudom nap mint nap. A cél nélkül művelt üzlet az olyan, mint az a meccs, ahol nem számoljuk a gólokat. A célok egyeztetését pedig azért tartom nagyon fontosnak, mert a munkatársnak tudnia kell, hogy közös célokért dolgozunk. Hogy mindkettőnknek előnye származik ebből az együttműködésből. Hogy felelősséggel tartozunk egymásért. Vannak olyan emberek, akik annyira alkalmazotti beállításúak, hogy másokért mindent megcsinálnak, magukért viszont nem. Nekik a hovatartozás érzését kell odaadnod ebből, először ebből az üzletből. Vannak viszont olyan emberek is, akiknek egyszerűen tudatni kell, és nagyon egyszerűen tudatni kell, hogy nem helyette, hanem vele dolgozom. Én szerződést szoktam kötni a munkatársaimmal. Mindig elmondom nekik, hogy miért dolgozom, hogy profit sharing, hogy global rally. Elmondom azt is, hogy mi az én feladatom, én mit vállalok, és mi az ő feladata. Azt is el szoktam mondani, hogy miért tartom őt megfelelő embernek az én céljaimhoz, és megbeszéljük az ebből származó nyereségeinket, előnyeinket, és sok mindent mérlegelek. Mérlegelem például azt, hogy képes-e mások
mások érdekeit, az önös érdekek elé helyezni az illető, tud-e és akar-e például csapatjátékosként játszani. Nagyon fontos lesz ez a következő üzleti életében. Ha nem tisztázzátok már jó előre a játékszabályokat, akkor hamis elvárások keletkezhetnek bármelyik fél részéről. Amikor félszavakkal beszélgetünk, akkor csak félig értjük meg egymást. Ez a helyzet. Úgyhogy én szeretem tisztázni ezeket a dolgokat. Az elindítás Berkics Mikis turbós tartja szerint végzem. Megírjuk a listát, lemásoljuk, gyakoroljuk a meghívást. Van, aki úgy gyakoroltat meghívást, hogy ott előtte kell meghívni, ott előtte telefonál az üzlettársa. Én sem szeretem, amikor ott van valaki, amikor én meghívok. Én imádok zárt szobánál járkálva egyedül telefonálni, éppen ezért én sokszor csak ötleteket adok, hogy kit, hogyan lehet meghívni a nyomógomb szerinti meghíváshoz, mindenképpen valamiféle támpontot adok, és ezzel segítem a munkatársaimnak a munkáját. Tisztázzuk a jó családi bemutatónak a feltételeit, és egyeztetjük a következő hétre a bemutató időpontokat. Ha van konkrét célja és időpontja az illetőnek, akkor az üzleti tervének a pozíciójából, a pozíció tervből visszafelé számolunk. Ha most csak az én példámat említem, tudom, hogy a Global Rallyhez éves 1500 pont szükséges, akkor pontosan ki tudom számolni visszafelé, ugye, hogy ez azt jelenti, hogy havonta 125 pontot kell teljesítenem. Nagyon jól tudom, hogy az alsó vonalaimból hány pont az, ami megszokott lenni havonta, mi az, amit ezek mellé non-menedzseri pontszámban mellé kell tennem, hogy meglegyen a 125 havonta. Ha nincs meg a 125, a hiány az mindig hozzáadódik a további hónapokhoz. Itt az a feladatom, hogy azt tervezzem meg, hogy egy normális haladással, üzleti haladással, lépésről lépésre, hogyan fogom évvégére fölfejleszteni úgy az üzletemet, hogy az a havi 125-ös átlaggal 1500 pontot adjon. Egy kezdő üzletnél az esetek többségében a tervünk az első két hónap alatt a 25 pont forgalmat elérni. Ez azt jelenti, hogy 8-7 hetente átlagosan 3 pontot kell teljesítenünk, de ha a munkatárs bevállalós, akkor nyugodtan akár 6-7 alatt is, vagy rövidebb idő alatt is kivitelezhetjük ezt a szintet. Mindennapi kapcsolatban vagyunk, tudom, hogy kik lesznek ott a bemutatón, hiszen ha tudom, hogy kik vannak ott a bemutatón, én, mint szponzor, akkor tudok nekik megfelelő prezentációt tartani. Ha a nyomógomb szerint történt a meghívás, akkor feltétlenül tudjuk, hogy milyen igényeket kell kiszolgálnunk, milyen igényt kell kielégítenünk, akkor ott a bemutatón, akár termék, akár pedig üzlet szintjén. Erről beszélt az Éva, nagyon szépen, úgyhogy a két előadás szerintem abszolút ki fogja egészíteni egymást és összefonódik. De látni fogjátok azt is, hogy feltétlenül fontos, hogy minden hétvégén értékeljük ezt a munkát. Hány embert hívott meg az illető? Nagyon fontos tudni, hogy hány ember volt ott a bemutatókon, hányan jöttek el. Mindenképpen az elintézendők vagy a függő ügyeknek a listáját mindenképpen vezetjük, azt szeretném látni. A belépők neve, adatai, a belépők telefonszáma és a pontszáma is legyen ott. A telefonszámokat megtanultam, hogy én is elkérem, mert hogyha az illető mégiscsak meggondolja magát, és az ismerősei között azért találtunk olyan embert, akivel a továbbiakban én tudom az üzletet építeni, akkor legyen meg a hozzáférhetősége. Nagyon sokszor tapasztalom, persze abszolút nem rossz indulatból, hogy az illető lelép, ugye, a színről, és akkor utána azt mondja, hogy és nem adom meg az ismerőseimnek a telefonszámát sem. És akkor az az ember számomra utána hozzáférhetetlen. Ezért aztán megelőzöm a helyzetet, és mindenkinek fölírom a telefonszámát. Feltétlenül vezessük a vásárlóknak a listáját, tisztázzuk a vevőgondozásnak a feladatait. A heti teljesített pontérték feltétlenül vezetve legyen. Nálam az a heti teljesített pontérték, ami vasárnap estig teljesítve és fizetve van. Mert amit azt mondják, hogy kell, és még nincs kifizetve, és nem fogják megvenni, azt nem számolhatom bele ugye, a teljesített pontértékekbe. Nietzsche azt mondta, hogy a módszer hatalom.
Bármely új technika elsajátításához módszerre, szolgalomra és fegyelemre van szükség. Na ezért kell mindig vezetned a statisztikákat. Fontos, hogy értékeljük is ezeket. Ha 50 meghívottból 2-3-an jöttek el, akkor nagy valószínűséggel a meghívásban van valami hiba. Ezt kell gyakorolni. Ha ott voltak 30-an a héten a bemutatókon, de abból egy 2 pontos rendelés van, vagy összesen 2 pont rendelés van, akkor valószínűleg nem működik, vagy nem jól működik például a visszakeresés. Miben lehet a hiba? Mindig nézzétek meg az üzleti ciklust. Miből áll egy üzleti ciklus? Cél, lista, meghívás, prezentáció, utótalálkozó, regisztráció, vagy vevőként regisztráljuk, vagy elindítjuk, mint üzlettársat, ugye? Tervezünk vele, és ugyanezt csináljuk, tanítjuk, és kezdjük előről ezt a ciklust. Igen ám, ha nem jó a meghívás, vagy technikailag nem jó, és akkor technikailag kell fejleszteni az illetőt, vagy pedig van még egy dolog, nézzük meg, mi van előtte, a lista. Lehet, hogy nincs listája. Megnézzük a listát, megnézzük, hogy nyomógomb szerinti-e a meghívás. Ha nem nyomógomb szerint hívunk meg, a meghívás sikere potenciálisan csökken. Ha ez is megvan és ez is megy, akkor van egy rossz hírem, az illetőnek célja nincs. Nem megy át a meghívásnál az, hogy ő lelkes, az, hogy ő akar valamit, az, hogy ő elindult, az, hogy ő megy valahova, és lehet, hogy követni kéne. Mi van ugyanígy a regisztrációkkal? Ha nincs rendelés, nincs regisztráció, akkor nézzük meg, mi van előtte, az utótalálkozó. Ha az utótalálkozón egyedül volt a munkatársam, netalántán, akkor nem biztos, hogy jól kérdezett, nem biztos, hogy tudott válaszolni a kérdésekre, akkor az utótalálkozókra nekem el kell kísérnem, ellenőriznem kell, meg kell tanítanom őt arra, hogy hogyan viszünk végbe egy jó utótalálkozót, ami pozitív eredmény. Zárul. Ha én voltam vele az utótalálkozón, és mondjuk én tartottam ugye a prezentációt, akkor pedig egyszerűen nem ment el, és nem kereste vissza az illetőt, és nem hajtottuk be azt, amit ugye megbeszéltünk, a rendeléseket, és nem regisztráltuk be az illetőt. Az is nagyon gyakran fordul elő, hogy az utótalálkozó az megvolt, de például ő tartotta a prezentációt is. Vagy nem jó prezentáción volt. Nem az igénynek megfelelően szolgáltuk ki az illetőt, nem kapott választ a kérdéseire. Ha a prezentáció jó volt, akkor azt kell mondjam, hogy lehet, hogy nem a megfelelő embert hívtuk meg. Ugye? Ez is egy fontos. Nagyon sokszor mondom, hogy a meghívás, a tervezés és az elindítás, azok nagyon komolyan összefüggenek, és az elindítás az ott kezdődik, hogy kik ülnek ott a bemutatón. Kiket hívtunk meg? Olyan embereket, akik képesek arra, hogy fölgördítsenek egy fél decis poharat, ezt már megtették máskor is, most legfeljebb gélből fogják, vagy pedig olyan embereket hívtunk meg, akik üzletet látnak, akik lehetőséget látnak, és akik változtatni szeretnének valamin. Ha ezt nem teszed meg, akkor azt fogod érezni, hogy nagyon sokat dolgoztok, és semmiféle eredménye nincs a történetnek. Ne az utolsó héten derüljön ki, hogy valami nem megy, hogy valami hibázik. Ha időben ki tudjuk deríteni, hogy mi a leggyengébb láncem, akkor van lehetőség akár a hibák felismerésére, a hiányosságoknak a megtanítására, a hiányosságoknak a felfedezésére, és van időnk a nehéz részt kigyakorolni. Ki az, aki sportolt közületek? Csapatjáték? Megvan? Ki kézilabdázott mondjuk? Mert ezt tudom talán a legjobban. Egy figurát annak idején hányszor gyakoroltunk be? Több százszor. Igaz? Ha kellett, több ezerszer. Ugye? Már utáltunk mindent, mégis figurát gyakoroltunk. Ki az, aki mondjuk látta az Operett Színházban, vagy hallotta a Rómeó és Júlia című darabot? Nagyszerű. Lehet, hogy itt ül most köztünk az a hölgy, aki amikor te voltál az operettbe, éppen azt a gyönyörű csellószólót játszotta. Kati, hányszor kellett azt a csellószólót gyakorolni? Amíg nem megy. Ha valami nehéz,
akkor azt kell kigyakorolni. Mindig a nehéz részt kell kigyakorolni. Azért, hogy utána rutinná váljon. Akkor már nem lesz nehéz. Jó? Ezt feltétlenül véssétek az eszetekbe, és ne essetek kétségbe akkor se, hogyha az első héten nem megy minden olyan flottul. Az üzletünknek van egy fázis késése, amit az első héten, második héten a bemutatókon elmondtál, lehet, hogy 2-3 hét múlva fogja meghozni az eredmény, de így is úgy is benne lesz a 8%-os eredményedben. Nekem megfelelően kell értékelnem, korrigálnom kell a hibákat, tanítani kell, motiválni kell folyamatosan. Nagyon szeretem, hogyha közben könyveket olvasunk, CD-t hallgatunk folyamatosan, rendezvényre járunk, és dinamikusan tervezzük ugye a következő heti bemutatókat, a következő heti pontszámokat, kiket fogunk meghívni, kit kivel fogunk meghívni, kis lista, ugye? Abszolút nem mindegy, hogy összeszedjük az összes viszeres lábú szomszédot, vagy betegséggel küszködő édesanya barátnőit, vagy pedig nagy üzletemberekkel ülünk le, akiknek nem azt kell megmutatni, hogy hogyan tudsz a jövő hónapban 50 000 forinttal többet keresni, hanem mondjuk a biznisz indulásnak a lehetőségeit kell fél óra alatt, pillanatok alatt elmondani, mert ő ebben látja, neki nem nagy üzlet az, amit mondjuk el lehet kezdeni 200 vagy 400 ezer forinttal, vagy néhány euróval. Aki ezt apró pénznek nézi, az fizessen nyugodtan érte többet. Ha az első 3 héten van egy 6-8 pontunk, akkor a gázra taposunk, és a második hónap végére egészen biztos, hogy elérjük a megfelelő eredményt. Az első 2 hónapban bio- és hőterjesztés folyik. Tudjátok mi ez? Fűnek, fának elmondjuk, aki 36,5 fok fölött van. Jó? Sportolóknak meg azt mondom, hogy ezt izomból kell kinyomni. Jó? Itt nincs még szelekció, egy friss listával rendelkezel, még senki nem sérült, legalábbis általad ebben az üzletben. Én majd megpróbálom úgy csinálni, hogy általam ne sérüljön, hanem a lehető legjobbat adjuk neki. Van már benne néhány éves gyakorlatunk, hál' Istennek, és a te vezetőidnek is van benne gyakorlata. Úgyhogy mindenkit hívjál el, hívjál be. Ha elérjük a 8%-os szintet, akkor azt várom egy friss új 8%-ostól, aki 2 hónapot végig dolgozott velem, hogy kellően motivált legyen, hogy önbizalma kialakuljon, hogy tudjon bemutatót tartani, és tartson is bemutatót. Mert hogyha még mindig én tartom nála a bemutatót, akkor átvettem tőle, és helyette dolgozom, és nem vele dolgozom. Ez az, ami ugye célként ki volt tűzve, hogy helyette nem dolgozom, csak vele. Több energiát, több időt fektet az üzletbe, hiszen sikerélménye van, nőnek a céljai, és most már látjuk azokat az embereket is, akikre a következő üzleti szintet lehet építeni. Ez a nagyon fontos dolog. Látnunk kell azokat az embereket, azt a 2-3 üzletépítőt ebből a 10-20 disztribútorból, akit valamilyen szinten érdekel ez az üzlet. Velük megtervezzük az ő 8%-os szintjüket, tovább haladunk, és belátható távolságba próbáljuk hozni a menedzseri szintet. Hogyan? Úgy, hogy 8%-os, negyedévenként 8%-os üzleti lábakat fogunk fölépíteni. Negyedévenként egy új 8%-os láb. Az első negyedévben ugye az emberemmel fölépítettük, ő lett 8%-os, a következő negyedévben ő alatta is lesz egy 8%-os, és én is kinevelek még egy 8%-os lábat, a következő negyedévben pedig mindenki, ha ez másolódik ez a szisztéma, mindenki egy-egy 8%-os lábbal hozzájárul a csapat sikeréhez. Ha ez mindenkinél másolódik, mindenkinél tovább megy, akkor fél egy év alatt, nem csak a menedzseri üzlet, hanem ha utána számoltok, ha mindenki megcsinálja, az autóösztönző program is kijött belőle. Na ez lenne a tervezés lényege, hogy megtanítsd, hogy negyedévenként egy 8%-os láb. Negyedévenként egy 8%-os láb. Menedzseri szintig én tervezek a csoportokkal. Néhány fontos alapelv. A következő havi terv a hónap utolsó napján, vagy legkésőbb 3-áig készüljön el. Amikor postai késéssel 17-én megkapod az elszámolásodat, akkor már késő azt a hónapot megtervezni, mert elment a fele.
Jó? Nagyon fontos dolog, hogy nézzük meg a régi disztribútoroknak a vásárló erejét, szokásait, mennyi pontra számíthatunk abból. A tervezésnél mindig a kulcsemberek vannak ott. Az üzleti fejlődőkkel egy reális üzleti fejlődést tervezünk meg, a szintlépőkkel pedig külön-külön tervezzük meg az ő saját üzletüket. Megnézzük a különböző csoportoknak a várható forgalmát, egyeztetjük, hogy ki mit vállal felelősséggel. Figyelem, nem licitekre van szükségünk. Egy tervezésnél nem licitekre van szükségem, hanem olyan vállalásokra, amik mindenképpen teljesülni fognak. Nagyon fontos tudatosítani ezt a munkatársakban. Az így kialakult csoportpontokhoz a hiányzó forgalmat a saját pontokból és az új disztribútori pontokból kell, hogy hozzátegyük. Van egy rossz hírem. Amit a csoportod nem csinál meg, azt bizony neked kell megcsinálni. Ha elég nagy a célod, akkor neked kell megcsinálni, vagy ha azt akarod, hogy ne legyél az alsó vonaladnak kiszolgáltatva. Akik már nagyobb vezetők, azok valószínűleg mindannyian megértek már olyan pillanatot, amikor úgy érezték, hogy hagyták magukat kiszolgáltatni az alsó vonaluknak. Ezt az érzést én nem kívánom senkinek, úgyhogy ettől például minden munkatársamat megóvnám, ha tehetném. Éppen ezért neked kell megcsinálni a hiányzó pontokat. Írjunk azokról is, akik a marketing tervnek már egy üzleti lépcsőjén vannak, és innen szeretnének tovább haladni. A tervezéshez itt is szükséges az üzleti rajz, az aktív disztribútoroknak a névsora, az előző havi pontok csoportra lebontva, nagyobb csoportoktól pedig önálló üzleti rajzot kérek. Az elvek ugyanazok. Mindig alulról tervezzük a nagy csoportokat, a régi disztribútoroktól mire számíthatunk, ez a következő lépés, a kisebb csoportok mit vállalnak, és utána a saját és az új belépők pontjai következnek. Mindezt havi, heti és napi tervekre lebontva tudjuk igazán követni. A jó tervezésnek én azt gondolom, hogy hihetetlen ereje van. Ennek az üzletnek a tervezhetőségét, a kiszámíthatóságát, és ezáltal a biztonságát tartom a legnagyobb előnyének. Ha neked 200 ezer forinttal többre van szükséged a következő hónapba, akkor a szponzorodnak pár perc lesz kiszámolni azt, hogy milyen üzleti szinttel, mennyi munkával fogod jövő hónap 15-én ezt az összeget megkapni. De ha bármelyik vezetőnek egy bizonyos összeggel többre van szüksége, ő is kemény 5 perc munkájával ki tudja számolni, hogy mennyi ponttal kell többet hozni ahhoz, hogy jövő hónap 15-én X összeggel több legyen a bankszámlán, és a cég által átutalt pénzösszeg megfeleljen annak, amit mi szeretnénk. Itt ebben az üzletben csak te magad tudod munkanélkülivé és pénznélkülivé tenni magad. Láthatóvá teszi azt, ami a munkatárs szemével eddig még nem volt látható, teljesíthető, reális, és belátható időn belülre hozza kiszámíthatóan az eredményeket. Olyan eredményt, amit eddig a munkatársad el sem tudott képzelni magáról, ugyanis mindenkinek megvan a saját maga elmehulladéka, ami miatt a saját képességeinket egyszerűen nem tudjuk reálisan értékelni. Vannak persze olyanok is, akik túlreálisan értékelik a saját képességeiket. Nem róluk beszélek, hanem azról az átlagos emberről, aki elkezdi ezt az üzletet, és például nincs önbizalma. Nagyon egyszerű az a történet, hogy legyen önbizalmad. Honnan? Honnan legyen önbizalmad, ha eddig éveken keresztül csak a negatív dolgokat kaptad, és most hirtelen azt kérik tőled, hogy legyen önbizalmad. A legtöbb milliómos bevallja azt, hogy sohasem érte volna el a sikernek olyan szintjét, ha nincs valaki, aki ne próbálta volna elhitetni vele, hogy ő erre képes. Az első lépés tehát nem az, hogy legyen önbizalmad, hanem az első lépés az, hogy valaki más higgyen benned. A második lépés az, hogy te higgy abban a valakiben, te higgy valaki másban, és így elérjétek azt, hogy te higgyél önmagadban. Ehhez pedig eredmény kell. Eredmény, siker és motiváció.
Régi jó üzletek éves terveinek szövegetésénél talán a legnagyobb hibát az idő-realitás viszonyában megítélésében látom. Mire is gondolok itt? Arra, hogy mindig a marketing tervnek csak a következő üzleti szintjét tervezd. Ha te egy olyan menedzser vagy, akinek jelenleg 20-30 pont van az üzletében, akkor te ne tervezd azt, hogy december 31-ére soaring menedzser leszel. Te azt tervezd meg, hogy júniusra hogy lesz 50-60 pontod. Elárulom neked, negyedévenként 1-1.8%-os láb. És akkor meg lesz az 50-60 pontod non-menedzseriben. Azt javaslom neked, hogy hozzál be hetente egy-egy új embert, így évenként 50 szélességgel tudsz körülbelül ugye gazdagodni. Ha te megcsinálod az ösztönzőket, akkor veled fognak tartani, éppen ezért azt mondom, hogy hajts az ösztönzőkre. Ha te elérted azt, hogy van 50-60 pontod pontszámokban, akkor tervezd meg, hogy hogy csinálod meg az autóösztönző programodat. Ha ez is meg lenne netalántán, akkor nyugodtan tervezd meg, hogy hogy legyél 600 pontos menedzser. 600 pontos menedzser leszel, ha egy éven keresztül minden hónapban 50 pontot hozol. A 600 pontos menedzsereket ebben az üzletben nem tudom miért, de nagyon szeretjük. Azért szeretjük nagyon, mert a felső vonaladnál ebben a pillanatban te kvalifikáltál arra, hogy te lehess az ő profit ösztönzőjének az a tagja, aki megcsinálja a 600 pontot, innentől kezdve a felső vonalat figyelni fog rád, és nagyon fog téged szeretni. És segíteni fog. Így hívhatod fel a figyelmedet magadra, hogy 600 pontos menedzser vagy. Aztán nyugodtan kitűzheted az Eagle menedzsert, vagy nyugodtan dolgozhatsz a profit sharingben és a Global Rally-ben is. Ezt is meg tudod magadnak tervezni. Ha azt szeretnéd, hogy aktívan épüljön az üzleted, akkor minőségi emberekre lesz szükséged. Minőségi emberekre, mégpedig olyan minőségi emberekre, akik veled együtt tudnak célt egyeztetni, dolgozni, és rendelkeznek bizonyos tulajdonságokkal. Én nem foglalkozom, ma már nem foglalkozom olyan emberekkel, akik nem tartják be az ígéretüket és hitegetnek engem. Akik az idődet vesztegetik. Azokkal sem tudok foglalkozni, akik még nem hozták meg a döntést. Meg kell várnom, amíg meghozza a döntést, vele a kapcsolatot kell tartanom, úgy, ahogy az Évától hallottátok. Tartjuk vele a kapcsolatot, nem írjuk le, ő még mindig a függő ügyek listáján marad, és hát, ha eljön az az idő, amikorra megérik. Miki mindig azt mondta nekem, hogy várj vele, Editke, majd megérik. És megérett az emberek többsége arra, hogy akkor még nem kellett neki ez az üzlet, most már kell neki ez az üzlet. Van olyan is, akivel nem szívesen dolgozom. Azért, mert mondjuk nagyképű, azért, mert udvariatlan, kellemetlen, hazudozik, vagy például nem az üzletépítés, hanem valami más miatt keresi a társaságunkat. Ez velem nem fordul elő, de szép nőkkel és gazdag pasikkal bizony elő szokott fordulni. Tartózkodom a rosszindulatú energiavámpíroktól is, az energialeszívóktól, akik mindent tudnak, és ráadásul mindig mindent jobban tudnak, mint én. Nem töltöm az időmet ott sem, ahol nem tudok célt egyeztetni, nem tudok megállapodást kötni, és nem látom az elkötelezettséget, nem látom azt a bizonyos szándékot, amiről már beszéltünk. Én olyan embereket keresek, akiknek van szabad figyelemegységük erre az üzletre, akik változtatni akarnak valamin, akik segítséget kérnek, és segítséget fogadnak el ebben az üzletben és az építésben. Aki csapatjátékos, aki nem csak saját magának tud örülni, hanem mások sikerének is tud örülni. Fontos lehet, hogy legyen olyan teljesítménye, amit már egyszer magának teljesített, és ezzel lehet biztatni őt, motiválni. Nagyon fontos, hogy a munkatárs ne folyton a problémákat adja. Aki fölhív engem, hogy van egy problémám, ne mondd el, mert akkor nekem is lesz. Nekem van pont elég gondom problémám, ne adjál még te nekem külön naponta ezerszer problémát. Ha hozod a megoldást rá, akkor három megoldásból legfeljebb kiválasztjuk a legjobbat. Jó? De a problémákat hozó emberekkel mindig csak a gondod van, és lehúznak téged, még te sem fogsz tudni haladni. Nagyon fontos, hogy legyen energiája annak, aki elkezd dolgozni. Legyen egy energiabomba, vigyen életet ebbe az üzletbe. Mondjon mindig igazat. Nagyon érzékeny vagyok erre, szinte az orrok hegyéről, Pinokkió módjára leveszem, hogyha hazudnak nekem az emberek.
Márpedig olyan emberrel, aki nem mond nekem igazat, nem szeretek dolgozni. Legyen kitartó. Azt mondják az emberek, hogy de most gyorsan, hát miért nem jönnek az eredmények? Figyelj, olyan sokáig nem voltál milliómos, ezt a kis időt már kibírod, nem? Keresem azokat az embereket, akik hűségesek, hűségesek a céghez, hűségesek a munkatársaikhoz, hűségesek a csapathoz, minden időben, még a csábító percekben is. Láttunk már néhány jó, és láttunk már néhány rossz példát is a hűségre. Gondolom a magánéletben is van, és láttál már erre példát, de a csapathoz, a céghez való hűség ugyanezt jelenti. Van egy rossz hírem. Bárhova menj, a személyiségedet mindenhova magaddal viszed. Ha itt nem tudtál igazán nagy lenni, az mostani személyiségeddel, amit nem tudsz lerakni, ott sem leszel az. Teljesen mindegy, mit csinálsz vele. Törődjön másokkal az, aki velem dolgozik. Legyen lelkes, csillogjon a szeme a mozdulataiban, csillogjon a szeme a bemutatón, csillogjon a szeme a kommunikációjában, akkor is, amikor telefonál. Mert hogy ez átjön. A telefonnak van egy külön szeme, és látja, pontosan látja, hogy te aggódva, reszkető kézzel, reszkető lábbal, ablakpucolós melegítőben hívsz, vagy lelkesen hívsz, elegánsan hívsz, és úgy hívsz, mint aki jót akar neki, vagy aki valamire hívja őt. Minden látszik. Először ad az illető, és tudjon, és akarjon is adni. Az én emberem tanul, és tanítható, és a taníthatóságát nem veszíti el. Nagyon szeretjük azokat az embereket, akik mindent tudnak ebben az üzletben. Legyen önzetlen. Van egy nagyon félreértelmezett szó ebben az üzletben a tulajdonságok között, amikor azt mondjuk, hogy valaki legyen alázatos. A legjobb megfogalmazást a nővéremtől hallottam, aki azt mondta, hogy az alázatos ember nem gondol kevesebbet magáról, csak kevesebbet gondol magára. Nem árt, ha vidám az illető, mert ezt az üzletet vidáman egyébként sokkal könnyebb építeni, mint hóthalálos depresszióban. Ha együtt dagonyázunk, hogy mennyire rosszul mennek a dolgok, akkor holnap se fognak jobban menni. És még egy nagyon fontos tulajdonságot említenék, legyen hálás. A hétköznapi életben, a munkahelyen, a házas életben, az iskolában mindenütt a hála a kapcsolatok vitaminja. Nem azt mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy túl kedvesnek vagy nyálasnak kell lenned, de tudd értékelni, amit van, tudd értékelni, amivel rendelkezel, és tudd minden nap értékelni, amit ettől az üzlettől, a munkatársaitól, vagy a szponzorodtól kaptál. Tudnod kell, hogy ez az üzlet a boldog emberek előhívására egy közös jóllétre hivatott. Ezt kell megteremtenünk. Testi, lelki és anyagi szinten is ezt a közös jóllétet kell megteremtenünk. Nagyon sok gazdag embert láttam, olyan gazdag embert, akik nem voltak boldogok. Nagyon fontos, hogy ne a naptáradat tedd tele eseményekkel, találkozókkal, emberekkel, ráadásul mindenféle emberrel, hanem a kapcsolataidat töltsd meg élettel, kérlek szépen. Ez az üzlet a kapcsolatokról szól. Legyen jó kapcsolatod a munkatársaiddal, legyen jó kapcsolatod a tevékenységeddel, és legyen jó kapcsolatod önmagaddal, és legyél igaz. Sok sikert kívánok nektek!